Nagy előrelépés a kisebb üzemmérettel rendelkező gazdálkodóknak és az önkormányzatoknak, ha tudnak vásárolni egy megbízható, komfortos, kiváló árértékarányjal rendelkező, olcsón üzemeltethető és könnyen kezelhető Zoom Leon traktort. Már a közel 300 zöld kis traktor dolgozik hazánkban, amelyeket a felhasználók a Royal Kert Kft. Szakembereitől vásároltak nagy megelégedéssel. Ha teljesen őszinte akarok lenni, szerintem csodaszámba megy, hogy a közfoglalkoztatásban egy kínai kis gép ennyit kibír. Már van benne több mint 1700 üzemóra, azt kell mondanom, hogy ütik vágják a gépet, és még bírja. Tehát motorikusan semmi probléma nem volt vele soha. Igazából árértékarányban szerintem nincs párja, vállalkozóként én is szívesen vásárolnám ezt a kis traktort. Hát vettem hozzá egy-két ősszel. Akkor meglátták, hogy mondom, meg vagy bolondulva, mit akarták karatéve. Hát mondom, miért gyerekek? Hát 28 erős traktorra dolgoztam, ekkor ekkéve szántottuk, igaz, hogy ágyeke volt, nem várt a forgató, de ekkor ekkéve szántottuk. Mondom, 40 lóos traktornak ezt el kell vinni. Azt nem. Olyan gyönyörű, mint mindenki, az összes kertet evel akarják szántatni. Hetente végez munkát tulajdonképpen télen-nyáron. A munkagépek között van gléder, ami az utak karbantartásához rendkívül jó. Van hótoló a téli időszakban, élünk ezzel és a sószóróval is, amit szintén a pályázat keretében kértünk. Ezen felül árokmarót rendeltünk, és utólagosan vettünk még egy fűnyírót, annak ellenére, hogy egy szárzúzót már a pályázaton belül is vásároltunk. A szárzúzó a rosszabb minőségű területeken szolgál nagyon jól, a fűnyíró pedig a focipályán és a nagyobb olyan zöld területeinken, amik közelebb esnek a természeti környezethez, nem a parkjaink tulajdonképpen, hanem a természeti környezetünk, az erdő közelében lévő réteg, gyepes területei az önkormányzatnak. Mi már harmadik szezon óta dolgozunk a traktorral, amint látják itt, és a kisfilmen is szerepel, a hajók mozgatására használjuk. Rendkívül jól lehet manőverezni bele, ugyanakkor ez a tárolókocsik függvénye is. Jó kocsikkal jól manőverezünk, a kevésbé jókkal ugye kevésbé, de a szervókormány miatt nagyon-nagyon kiváló ezekre a kis manőverekre, meg az, hogy kicsi a traktor, így könnyen elférünk a hajók között. Hát nagyon jól lehet vele tolatni, bármilyen kis szűk helyre be tudunk vele állni, eskanyarokat leírni, hát gyakorlat kérdése, de a traktor kiválóan alkalmas erre a munkára nekünk. Hát igazából az első szempont az volt, hogy irányváltós legyen a traktor, tehát sok ilyen kis területen van, ahol sokat kell előre-hátra menni, ezért az irányváltó praktikus megoldás, illetve a méretei, a keskenysége és a szállíthatósága miatt. Egy kis teherautóval hordom a traktort, és ez a 3,5 tonnás autóval ezt még el lehet szállítani. Permetezéstől tárcsázás, szántás, szárzozás, mulcsolás, ezeket mind végzem vele. És inkább kisebb területeken, tehát nagyobb összefüggő területeken nem használom. Cégünk azért választotta a Royal Kert Kft. Által forgalmazott berendezéseket, mert a cégünk számára a megfelelő szervizhátért és a garanciális javításokat ez a cég biztosította legkedvezőbben. A géphez természetesen egy képzett gépkezelőt vettünk fel, akinek a vélemény alapján a gép univerzálitása, kezelhetősége és maga az ergonomiai szempontok alapján ő kiválóra értékelte. Mezőgazdasági vagy kommunális feladatok ellátása a cél? Traktor vagy munkagép beszerzést tervez? A Royal Kert Kft. Szakemberei segítenek megtalálni a leggazdaságosabb megoldást. Mondom, gyerekek, hát úgy kell választani gépet, hogy tudod, hogy mennyi a lóerőd, mennyi a teljesítménye. Ugye nekem könnyebb, mert sok éves tapasztalat alapján én hamar tudom dönteni, hogy ez elviszi, nem viszi, bírja, nem bírja. Minden azért sok új traktor, meg kisebb, nagyobb traktor megfordult a kezem alatt, úgyhogy én hamar tudok választani szerszámot hozzá, hogy mi az, amit el lehet, mi elvisel. Kis gépekben nagy siker.